Egy meg nem nevezett nő vádiratában az olvasható, hogy a zaklatási botrányt kirobbantó Harvey Weinstein azzal dicsekedett, hogy lefeküdt Jennifer Lawrence-szel. A metoo mozgalmat kiváltó Harvey Weinstein több, mint 80 nő vádolt a szexuális zaklatással. Egyik, a sajtóban meg nem nevezett nő azt állítja, 2013-ban a producer az irodájában földre teperte, és orális szexre kényszerítette őt, miközben azzal zsarolta, ha nem teljesíti a kívánságát, akkor sosem lesz belőle színésznő. Állítását igazolandó Jennifer Lawrence-t hozta fel Péládnak, Jennifer Lawrence-szel is lefeküdtem, nézd meg, most hol tart. Épp most nyert Oscart-é. A színésznő pénteken közleményben cáfolta a híresztelést, miszerint szexuális kapcsolata lett volna a producerrel. A szívem szakad meg Harvey Weinstein összes áldozatáért. A mi kapcsolatunk kizárólag szakmai jellegű volt. Ez az állítás is csak azt bizonyítja, hogy Weinstein milyen alávaló manipulációt alkalmaz azért, hogy az ágyába csalja a nőket, írta. A producer megbízottja a legújabb vádat rossz indulatúnak nevezte. Azt mondta, Weinstein megalázottnak érzi magát, és szomorúnak tartja, hogy Lawrence is felült a producer ellen folyó lejárató kampánynak. Szerinte a vádiratból semmi nem igaz, a producert névtelenül feljelentő nő csak média figyelemre vágyik. Egyáltalán semmi nem igaz azokból a rossz indulatú vádakból, amiket ez az irat állít. Megnézzük, milyen lehetőségeink vannak arra, hogy az iratot minél előbb semmisnek tekintsék. Weinstein szégyelli magát Lawrence helyett, akivel csupán szakmai kapcsolatuk volt, a legnagyobb tisztelettel bántak egymással, és sajnálatos, hogy ő is bedőlt azoknak a rossz indulatú rágalmaknak, amiket a producerre zúdítottak. Ez az irat csak azt bizonyítja, hogy bárki megvádolhat egy embert bármilyen sokkoló dologgal anélkül, hogy bizonyítékokat, vagy tényeket tudna felsorakoztatni, mondta a képviselő.